Na, nagy nehezen megérkeztünk a gyilkos tóhoz. Nagyon búsak vagyunk, mert nagyon rosszazott. Nagyon, de nagyon, mintha világháború tört volna ki. Lebombázták teljesen. Nem épp, de szomorú az én. Kaka, fos. Itt van egy csomó hotel, meg reszti. Sokan vannak, mindjárt meg is mutatom a kocsi sort. Ide parkoltunk ezen erre a részre. Azt hiszem nem kell fizetni, de ha kell fizetni, akkor megyünk. Egy. Jó poros. Nincs kirakva, hogy címke van valami. Akár egy tudom. Itt van egy régi kommunista reszti vendéglő. Húha. Hát, ilyenre is van igény. És ez a főút. Nem kaptunk parkolót, csak itt a hotel La Curosu restaurant. Itt van vécé. Nem tudom, ha látszik. Három lejért lehet kakkantani. Az igen. Flora de Colts Resti. Ha. Ez még a 60-as, 70-es évekből való Ceausescu építette. Itt pedig az új Resti negyed, hotel negyed. Na hát ez a kocsisor egész végig. Nem lehet sehol se leparkolni. Nincs hely. Na hát megérkeztünk, ott van a gyilkostó. Körbe-körbe mindenhol terasz. Egész végig. Vásárolni lehet dögivel. És itt van maga attól. Egy terasz, hát itt ott miért nem ülnek le. Panoráma vendéglő. Békásítom meg hajóban. Nem. Hajón? Milyen békásítom? Bikázna? Na. Hát így néz ki. Jó, sokan vannak, látható a tömeg. Sor van mindenhol. És elkezdett csepregni az eső. Na, hát így néz ki. A gyilkostó. Itt vannak kacsák. Hát így lenne a szép, de sajnos turisztikailag nagyon felkapott. És ha hátra fordulok, ez fogad. Szóval, ki hogy gondolja, még a szebb. Itt van egy kis paci, Csikó. Csukcsikó, Csikó. Na, megyünk tovább, ahol nincsen sok ember.
Na, itt van a... arrafele van a Békási szoros. Menjünk tovább. Zajtól távol. Na, itt már csendesebb a környék. Már nincsenek is resztik. Ez a gyepgyó fele a tó. Na hát röviden a történet a gyilkos tónak. A gyilkos tó egy természetes torlasztó a Hagymás hegységben, a keleti Kárpátokban, Hargita megye észak-keleti részén. 1837-ben keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó törmelék következtében. A tó visszahúzódóban van, a visszamaradó kisebb tavak elláposodnak. A gyilkos tó fölé emelkedik északon a kis Cohárd sziklája. Azt hiszem az, környék és a gyilkos tó üdülőtelep közigazgatásilag Gyergyószent Miklóshoz tartozik. És miért gyilkos tó a gyilkos tó? Van egy legenda. Hát ezt most nem mesélem el, mert nagyon rosszul. Fazakas Eszter legendáját kell keresni az interneten. A lényege, hogy Fazakas Esztert, egy csodálatos, szép lányt magába temetett a gyilkos tó, a zsiványjal együtt, aki kergette a lánykát, röviden következtettem, mit tudom én, Wikipedián olvasható. Láthatóak a cülöpök, még mindig, egész végig. Na hát, körbe is lehet menni, csak mi most nem tesszük. Itt bandukolnak a turisták. Te vesz ez a kamera? Itt van egy információs tábla. Ha? Csomó-csomó ember. Így elveszti a szépségét annyi emberre. Na itt van végig teraszok, meg bódék. Lehet vásárolni csomót. Ötlejegy mágnes. Van lángos, van kürtős kalács, mindenféle, meg egy csomó ember. Már mondtam, igaz? Jaj, mennyi minden van itt. Vettünk két macit. Mit? Vettünk egy kristályt, és felrakjuk a te postatodra. Biztos. Biztos nem. Biztos nem ért. A méz is. Úgy én sem egy csomó volt, ez igaz, és... Van kalandpark is. Vanuk egy.
Nem itt kell? Igen, igen. Én voltam. Hát szép a kilátás. Ne. Szóna az ár. Na, menjünk a kocsihoz. De nincs víz, mozzák, ha le. Csak pisíni. Megfizessé 3 le. Három le a budi, ha lehetett hallani. Nincs víz, nem lehet leúzni, nem lehet kokkantani. Szóval, nem kell tartani. Hát az én vagyok. Csak nem tudom, ki filmez. Na mennyi? 45 le. Van pénzed? Nem megyek egy rajszám, hol ott van. Mennyi rajszám? Jó sok ember járkál erre fele is. Nagyon szép ez a házikó, nem tudom mire szolgál. Panzió lehet, nagyon gyönyörű. Nagyon gyönyörű, nincs ott mozgás. Biztos drága. Na, megtudakoltuk az internetről, hogy itt folyik a Bikász folyó. Mondjuk még patak, de hát folyó, mondjuk folyónak. Itt van sportpálya. Na, itt megyünk a kocsihoz, újból itt van ez a Ceausescu Flaria de Colz étterem panzió. Most megyünk a WC-re. Ilyen drága WC-zést még nem ejtettünk, de most fogunk. 3 lej. 1 euro. Hát mondjuk itt azért uniós árak vannak. Érződik az unió szele. Még egyszer a Bikász folyó. Most megmegyünk a parkolóba. Na, ennyi volt a gyilkostól. Megyünk a Bikási szoroshoz. Pa, pa, pa.